Ismét elérkezett a vasárnap, így idei adventi sorozatunk második része is. Mutattunk már nektek olyan receptet, amit mindenhol készítenek, csak mindenhol picit más a neve. Ilyen például a marhasonkás pitény. Ez a mai is hasonló lesz, ugyanis gyümölcskenyeret nagyon sok helyen készítenek, csak hát ennek is mindenhol más a neve. Én ma a marcipánnal töltött német karácsonyi stollent fogom elkészíteni. Ehhez először a gyümölcsöket kell összevágni, hogy minden falatba jussanak apró kis darabok, ne csak ilyen nagyobbak legyenek mindenhol. Ehhez én most mazsolát, aszalt vörösáfonyát és kandírozott narancskockát fogok használni. Persze nem kell a mazsolákat egyesével darabolni, csak kiöntöm egy nagy deszkára, és egy jó nagy késsel alaposan összeaprítom az egész kupacot. A stollenbe fog kerülni egy kevés barna rum is, úgyhogy ezt most ráöntöm a gyümölcsökre, hogy egy kicsit így össze tudjanak puhulni. A stollen egy gyúrtélesztős tészta, úgyhogy az lesz az első lépés a tésztánál, hogy megmelegítem egy kicsit a tejet, majd pedig belemorzsolom az élesztőt. Ebben megy egy kevés cukor, hogy az élesztő fel tudjon szépen futni, majd pedig pár percre félreteszem. Amíg az élesztő felfut, addig a lisztet összekeverem a cukorral, vaníliás cukorral, fahéjjal, szegfűszeggel és egy pici sóval. Amikor ez megvan, akkor hozzádobom a puha vajat, és jó alaposan összedolgozom őket. Mehet bele a tojás, majd pedig a rummal leöntött gyümölcsök, és a végén az élesztős tej. Jó 10 percig kell dagasztani, fogjátok látni, hogy egy kicsit kisimul a tészta. Amikor ez is megvan, akkor kis gombócot formálok a tál közepére, majd pedig letakarom, és másfél-két órán keresztül hagyom kelni. Amíg várunk, szokás szerint jöhet egy kis történelem. A karácsonyi stollent először Németországban 1329-ben említették, de ekkor még csak egy szegényes kalács volt, amit a böjti időszakban lehetett enni. Sok-sok évvel később Heinrich Drasdó udvari pék töltötte fel mindenféle finomsággal, és így lett belőle jó, gazdag karácsonyi sütemény. Ennek köszönhetően Németország legrégebbi karácsonyi hagyományos süteményeként emlegetik. Mint ahogy mondtam, mindenhol készítik. Nálunk gyümölcskenyér néven kevert élesztős tésztából készül, Görögországban Krisztopszomú, Olaszországban Panettone, Skóciában pedig Dandé néven használják. De hogy lesz ez a stollen marcipános? Már is mutatom. Szépen megkelt, úgyhogy egy lisztezett deszkára kiborítom a tésztát, úgy, hogy óvatosan alákapargatok, hogy ne szakadjon ketté. A tetejét is meglisztezem egy kicsit, majd pedig óvatosan átgyúrom. Ketté vágom, az egyikből egy szép hosszú darabot igazgatok csak így kézzel, a másikból pedig egy rövid tömzsit. A kisodolt marcipárodat alaposan belenyomkodom a két darabnak a közepére, majd óvatosan összenyomkodom a két szélét a marcipárút tetején. Úgy helyezem át a tepsire, hogy ez az összenyomkodott oldal kerüljön alulra. A tepsin hagyom még fél órát kelni, majd pedig 180 fokra mehet be a sütőbe 30-40 percre, látni fogjátok, hogy szépen megsül a külseje. A sok gyümölcs és a marcipán miatt ez egy igazán gazdag sütemény lett, ami vendégváróként vagy csak sima hétvégi desszertként is szolgálhat. Ha ti is szeretnétek elkészíteni, akkor a videó alatti leírásban megtaláljátok a receptet. Ha tetszett idei adventi sorozatunk második része, akkor nyomjatok egy lájkot, ha pedig nem szeretnétek lemaradni további tartalmainkról, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra. Jövő héten találkozunk az adventi sorozat harmadik részével. Sziasztok!